Üdvözlöm, kedves barátaim! Gondolom, észrevettétek ti is, hogy ebben a világban valahogy elégedettség az egy ilyen pillanatnyi érzelem, vagy érzés, mert utána már kevés, ami van, és egyre többet, és többet, és többet. És ez a karma törvény, ami igazából megköti embernek a tudatot, hogy sokáig nem tudunk lenni elégedetek. Ennek egyik oka ez az, hogy ez a káma, ami a szívünkben van, az a vágy, ami elég erős, azért vagyunk, sokszor ember azt gondolja, hogy az életnek az értelme teljesíteni anyagi vágyokat, és az olyan, mint egy tűz égeti az embert. És amikor valaki próbál elérni a célt, vagy teljesíteni magának a vágyát, az olyan, mint egy olajot öntjünk a tűzre, ami csak erősebb lesz, és erősebb, és erősebb, és nem lehet megállni. Ugye? Erről beszél Srimad Bhagavatam nagyon részletesen. Nem lehet elégedett tenni azáltal, hogy teljesítsünk a vágyunkat. Akkor most mit csináljuk? Hát ha akarunk boldogok lenni, elégedetek lenni, akkor most, hogy ne teljesítsek a vágyat, az, akkor minek élek? Mert ez az élet értelme. Ez így van, és védikus írások, mivel magyaráznak, hogy mi lelkek vagyunk, ez a mi természetünk vágyakat teljesíteni, és elégedett lenni, de ebben az esetben ki kell cserélni anyagi vágyokat lelki vágyakra. Lelki vágyokat, hogyha teljesítünk, akkor ember elégedett lesz. Tusjánticsá és boldog, rámánticsá. Szóval minden megvan egy ilyen esetben. Hogyan kezdődik? Hát ha valaki hallja Istenről, Krisnáról. Mivel Krisna maga Ananda, ő Atmarama, Aptakama, ez azt jelenti, hogy mindig elégedett, azzal, ami van, és mindig boldog. Ezért, amikor vele kapcsolatban dolgokat halljunk, vele társulunk ezáltal, akkor mi is elégedetek leszünk, és teljes érzésünk lesz, hogy minden vágyunk van teljesítve. Csak úgy lehet lenni elégedett, hogyha valaki lelki vágyokat teljesíti. Mert ahogy mondtam, hogy a tűzre egyre több és több olajot kell önteni, és ez csak nagyobb és nagyobb tűz lesz, és akkor még nagyobb olaj. Vagy még egy másik hasonlítást, amit mondanak a bölcsek, az acsárják, hogy a vágy teljesítés, ez hasonló azzal, mint egy varkarozni. Például megcsipta valakit a szúnyog, és ez viszket. És ember próbál, és ez elégedetlenséget okoz. És akkor ember próbál vakarni ezt a kis csipést, és minél többet vakarozunk, annál többet viszket, és ennél többet akarunk ezt csinálni, és már lehet, hogy már vér lesz, és vérzik a seb, meg ilyenek, szóval látjunk, egyre csak egy sebet csináljunk belőle. És ezért a bölcsek mondanak, hogy ugyanaz az ember csak egyre jobban izgatott lesz, hogyha a rohan ebbe a déli báb irány, hogy anyagi vágyokat teljesítsen. Most nem erről van szó, hogy minden anyagi vágyok most dobjunk el és nem csináljuk, mert ezt nem lehet megcsinálni, hanem kezdjünk csak kiegészíteni, mellette lelki vágyokat teljesíteni, tanulni, mi ez a lelki vágy. Hát csak hallani Krisnáról, mert nekünk már ott van lelki vágyunk, lelki igényünk már bennünk van. Hogyan tudjunk ezt tapasztalni, amikor halljunk Istenről, halljunk Krisnáról, akkor érzünk elégedettséget, hogy én nekem nem kell más, én teljesen jól el vagyok. Szóval vágyakat, anyagiakat nem tudjunk kidobni, ez a mi karmánk, ez kontrollál minket, de mellé rakni a lelki vágyukat, ami fog szépen, lassan túlsúlyozni és boldogat teszi minket, és elégedeti, az a egészséges út, és nem elnyomási út, ahol ember elnyomja magát, utána csak gyűlik, és csak felrobban. Nem lehet így megcsinálni, hanem magasabb rendű ízet kell szerezni. Visávini vártarte, nira hárasya, dehinam. Ugye Bhagavad Gita második fejezetben olvasható. Visája, szóval anyagi vágyok nagyon erősek, van egy íz, őket teljesítik,
teljesíteni, ember akkor is, hogyha nem elégedett, még mindig van valami érzés, hogy boldogság, és így tovább. Ezért ez egy kis ilyen ködösítés persze, de mindig valami. A nagyjából emberre jobban izgatott lesz. De nem lehet őket eldobni, nem lehet hanyagolni, mert úgyis, ahogy mondta, fel fogunk robbani. De rasszap esze, rasszap rajam, param drishtva, nivartate. De amikor lelki rasza, lelki ízek, lelki elégedettség, az sokkal-sokkal erősebben felül múlik minden mást. Ugyanerről beszél kicsit később, 10. fejezetben Bhagavad Gita-ban, Macchita Madgata Parana, Bodhantas Parasparam, Kathayantas Chamam Nityam, Tushyanticha, Rámanticha. Hogyha az ember hallja Krisnáról, Istenről, bármilyen tradícióban, Biblia, Korán, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, fontos, hogy legyen hiteles. Amikor ezt az ébredő szöveget, ami Karnarasayana Katha, ami már mint egy nagy boldogságú tartalmazó információ, tudás Istenről, olyan, mint egy nektár frissítő az ember fülének, hogy erről hallja, ez, ami ébreszti, életre kelti a tudatot, az emberen bodajántás felébreszti a tudatot, ember tusjánticsa, az azt jelenti, hogy elégedett, és ráma, ramanti, és boldog lesz. Ez a folyamat. Akkor nem lesz mindig kevés, ami van, hanem elégedett leszek, nyugodt és békés. És még egy fontos, pont erről beszél megint Bhagavad Gita-ban Krishna. Az, aki nem elégedett, mert mindig kevés valami, izgatott az elméje, amikor nincsen ez a shanti, ugye, ashantasya, amikor nem vagy nyugodt az elméje, akkor kutaszukham, akkor honnan lesz boldogság, hogyha elme izgatott. És ez a mi természetünk. Próbáljunk meg lassan lépésről lépésre, csak szerzünk egy kis tapasztalatot, aztán utána fogunk látni, hogy igenis működnek ezek a valós dolgok, és ez a mi lelki természetünk. Írjátok kommentekbe egy pár szót, mit gondoltok arról, amiről most beszéltem, és majd találkozunk. Hare Krishna!